A Halloween ősikkelt a hagyományokból kialakult ünnep október 31-e éjszakáján, amit elsősorban az angol száz országokban tartanak, bár mára már az egész világon elterjedt szokássá vált. Az ünnep őse a pogány kelta boszorkányok, kísértetek és egyéb démonok ünnepe, amely egy kelta halálisten kultuszában gyökerezik. Az Írországban és Skóciában élő törzsek ezen a napon ünnepelték az új évet, vagyis a nyár végét, és ilyenkor egyszerre hódoltak a napisten és a holtak ura előtt. Hitük szerint ugyanis ezen a napon tért vissza a földre azoknak a bűnösöknek a lelke, akik az elmúlt esztendőkben haltak meg, és azóta állatok testében léteztek. A megfelelő áldozatok bemutatásával ezen a napon engesztelést lehetett szerezni az elhunytaknak, hogy ezáltal átkelhessenek a mennyországba. Kétségtelenül a legismertebb jelképe a Halloweennek a faragott töklámpás. Napjainkra már Magyarországon is egyre inkább divatos lett a minden szenteket megelőző nap játékos hangulata. De hazánkban a szeretteinkért való gyertyagyújtás november 1-én meghitt és családi esemény, ahol az emlékezés és a lélek halhatatlanságába vetett hit a legfontosabb, és a külföldről átvett vidám szokások nem tudják ezt megváltoztatni.